tegnapi nap is, meg a mai nap is szerintem nagyon jól sikerültek az elő- és a középfutamok, ahol lehetett, hogy ott a tegnapi nap folyamán és a mai nap folyamán is közvetlenül az előfutamból kvalifikáltuk magunkat a döntőbe. Ez a férfi kajak 4000 méteren volt nagyon kérdéses, hiszen ott amennyiben nem sikerült volna egyből a döntőbe kvalifikálnunk magunkat, akkor bő egy órával az előfutam rajtja után kellett volna még egyszer menni középfutamot. Legjobb idővel jutottunk tovább. Az előfutamokban mi megvesztük a legjobb időt. Szerintem ez nagyon jó visszaigazolás a versenyzők részére, hogy azt, amit előzetesen ők Szolnokon edzőtáboroztak, és az idők alapján látszott az, hogy az Európa-bajnokságot követően hogyan javulnak a négyesnek a mutatói. Mindenféleképpen szerintem egy nagyon jó megerősítés számukra, hogy egyből az előfutamból tudták magukat kvalifikálni a döntőbe. Szerintem ez szihésen egy jó tartás, magabiztosságot tud adni. Nem tudom azt mondani fixen egyetlen egy hajóra se, hogy ők a torony magas esélyesek. Beszéltem más országok szakvezetőivel, és ugyanezeket mondják el ők is, hogy nem tudják egyszerűen megmondani, hogy ki az a top 1-2 hajó, akitől a győzelmet várják. Igazság szerint bárki odaérhet a dobogóra. Kozák Danuta szerintem nagyon magabiztos evezést és győzelmeket mutatott mind az előfutamban, mind a középfutamban. Tényleg nagyon imponálóan evezett, magabiztosan, jó technikával, szerintem még maradt is benne, és tényleg bő egy másodperce jobb időt evezett, mint a másik két futam. Minden esélye megvan arra, hogy holnap után is ugyanezt az eredményt hozza, illetve hát nagyon bízom, remélem benne. Itt is érdekesség az, hogy az Európa-bajnokságon győztes, ugye Katrin Wagner, német versenyző nem került be a döntőbe. Kovács Kati és Dusev Janics Natasa, ők címvédőként indultak, címvédőként álltak rajthoz. Nekik kötelező jelleggel kellett középfutamot menni. Nagyon szoros versenyben ott egyébként másodikok lettek a németek mögött. A németek már az előfutamban is nagyon jól mentek, nagyon jól teljesítettek. Én azt gondolom ezt, hogy most itt másodikok lettek, ez a végelszámolásnál szerintem nem számít, tehát mindenki tiszta lappal fog indulni a döntőben, minden esélyük megvan szerintem nekik arra, hogy megvédjük a címüket, tehát az most itt időzélben mondom mellékes, hogy egy icipicit megverték őket a németek. Jól leveztek, szerintem tudják azt is, hogy min kell változtatni. Egy picit az elén szerintem egy picit beragadtak a rajtban. Szerintem ez egy jó főpróba volt nekik a döntő előtt.